Üdvözlök, itt Ujjai Szabolcs Zoárt. Ebben a mostani videóban 6 olyan lépésről lesz szó, amelyek segítségével fokozhatjuk a nemi vágyat, mind hölgyeknél, mind uraknál. Először nézzük meg, miért is van egyre több ilyen jellegű probléma napjainkban. A szexuális vágy csökkenéséhez általában több tényező járul hozzá, mint például a lelki folyamatok, a hitrendszer megváltozása, az életmód, a korábbi tapasztalatok, a hormonrendszer felborulása, a gyógyszerek, a fáradtság, egyes betegségek, és természetesen a táplálkozás is összefüggésben van. Szoros összefüggésben vannak az alábbiak is a libidó csökkenésével, a gyermekekre való túlzott fókuszálás, a pénzhiány, ha egyes dolgok túlzottan fontossá válnak az életünkben, a túl sok feszültség, vagy ha a házas évek alatt elveszítjük az erotikus feszültséget. Befolyásolhatja a szexuális vágyunkat a vallásos bűntudat, a terhességtől való félelem, a fertőzésektől való félelem, illetve egyes férfiakra az öntudatos nők is kasztráló hatással bírnak. A hormonok közül a tesztoszteron játszik fontos szerepet mindkét nemnél, a libido alakulásában, illetve a hölgyeknél az ösztrogén és a progeszteron, illetve a pajzsmirigy hormonnak is fontos a szerepe. Egyébként a férfiak szexuális vágya hamarabb csúcspontra ér, kb. 18-20 éves korukra, míg a nők esetében a csúcspont 30-35 év környékén következik be. Ha hosszú távon csökkent a szexuális vágyunk, az előbb-utóbb problémákat fog okozni a párkapcsolatban is, tehát célszerű időben lépni és megoldani a problémát. Lássuk most azt a 6 lépést, amivel változtathatunk az állapoton. Az első lépésben nézzük meg a leggyakoribb szexuális vágy csökkentőket, melyek bevitelét célszerű visszaszorítani. A legrosszabbak az alkohol, az antidepresszánsok, a koffein, a túl sok cukor, a pattogatott kukorica, a tömegtermelésben származó hús- és tejtermékek és a konzervételek. Tehát ezeket célszerű visszaszorítani a táplálkozásunkban, illetve a túl sok stressz következtében termelődő kortizol hormon is libidó csökkentő hatású. A második lépésben olyan ételekről lesz szó, amelyek támogatják mindkét nemnél az erőteljesebb szexuális vágyat. Az első ételcsoport a magas kollagén tartalmú ételek és italok. A több videóban is beszéltem már a húslevesléről, az egyik legjobb kollagénforrásról, de más ételekkel is lehet pótolni a kollagén. A kollagén a bőr rugalmasságát növeli, a nemi szerveknél a rugalmas bőr fontos szerepet játszik a megfelelő izgalmi állapot elérésében. A második ételcsoport a dopamin növelő ételek tartoznak, ugye a dopamin a boldogság hormonunk, a legjobb dopamin növelők a csokoládé, a kinoa, az amarant, a kurkuma, a magvak többsége és a mucuma pruriens, ez egy afrikai gyümölcs, amit kapszulázott kivonatként lehet bevinni. A harmadik ételcsoport pedig, amiből többet érdemes fogyasztani, az a magas L-arginin tartalmú ételek, de étrendkiegészítőnként is lehet pótolni. Az L-arginin fokozza a nemi szervek felé vezető véráramlást és élénkítő hatása is van. A harmadik lépésben a természet egyik legjobb hormon kiegyensúlyozójáról, a mélypempőről lesz szó. A friss tiszta mélypempő rá tudja venni a belső elválasztású mirigyeket arra, hogy abból a hormonból termeljenek többet, amiből kevés van, és abból pedig kevesebbet, aminek ugye túlsúlya van. A mélypempőből mindig a friss tiszta mélypempőt célszerű fogyasztani, és nem a kapszulázott, kiszállított változatot. A mélypempő tartalmaz acetilkolint is, melynek hatására javul az agysejtek közötti kommunikáció. Ami ellenőrös például a depresszióval összefüggő libidó csökkenés esetén. A mélypempő növeli a spermaszámot, fokozza a spermiumok mozgékonyságát, életképességét. A negyedik lépésben a szexuális vágyukat befolyásoló legfőbb külső tényezőket nézzük meg. Fontos a partnerünkkel való kommunikáció, az intim környezet megteremtése és a körülöttünk lévő színek és szagok is. Befolyásolja a szexuális vágyunk mértékét az alvásunk minősége is, tehát ha keveset alszol, vagy nem alszod ki magadat, az is nagy mértékben tudja csökkenteni a libidót. Hatással van a szexuális vágyunkra az aktivitásunk is, tehát az, hogy mennyire vagyunk aktívak például, mennyi minden történik veled a nap során, milyen ingerek érnek. Illetve a körülöttünk lévő emberek is hatással vannak a szexuális vágyunk alakulására. Az ötödik lépésben megemlítenék 4 gyógynövényt, melyek bizonyítottan növelik a libidót. Az első a maka, melyet mind hölgyeknél, mind uraknál hatásos, és erősíti a libidót, fokozza az állóképességet, és termékenységfokozó hatást is tulajdonítanak neki. Fontos tudni a makával kapcsolatban, hogy egyes esetekben vérnyomást is megemeli, tehát ha magas a vérnyomásunk, az elején csak keveset célszerű fogyasztani belőle, hogy megfigyeljük a hatásait a
testünkre. A második növény, amit ugyancsak mindkét nem bevethet a szexuális vágy fokozásához, az a királydínje, vagy latin nevén a Tribulus terrestris. Férfiaknál ez a növény nem növeli meg a tesztoszteron szintet, viszont képes fokozni a spermiumok mobilitását, és mindkét nemnél fokozza a szexuális vágyat. A harmadik növény a golyibogyó, amiből a gyümölcslevet célszerű inni, és nem a szárított magot. A gogyi gyümölcslé növeli a tesztoszteron szintet mind nőknél, mind férfiaknál, illetve javítja a hangulatot és az állóképességet is, melyek ugyancsak fontosak az erős szexuális vágy elérésében. A negyedik pedig a görög szénamag, ami főként férfiaknál lehet hatásos a libidó fokozásában. A hatodik és egyben utolsó, bár talán pont a legfontosabb lépés a szexuális vágy növeléséhez, az az önbizalom növelése, tudatos megemelése. Számos oka lehet az önbizalom csökkenésének, de minden esetben az történik, hogy romlik az önmagunkról alkotott kép, tehát kevésre értékeli saját magát az ember, saját képességeit, lehetőségeit. Az önbecsülésedet úgy tudod megváltoztatni leggyorsabban, ha a hangsúlyt a hibáidról elkezded áthelyezni a jó tulajdonságaidra, ebben például nagy segítség a rendszeres mozgás. Illetve számos módszert találsz erre az interneten, hogy hogyan szerez több önbizalmat, és hogy miként változtass meg az önképedet, hogy hogyan növeld meg az önbizalmadat. Tehát ha a saját szexuális vágyadat szeretnéd növelni, vagy a párodnak szeretnéd segíteni abban, akkor ez talán a legfontosabb lépés mindközül, az önbizalom, az önbecsülés megnövelése. Összefoglalva még egyszer a hat lépést, amivel szerintem fokozható a nemi vágy és a potencia: a káros ételek kizárása, a hasznos ételek növelése a táplálkozásban, a mépempő fogyasztása, a környezetünk és a külső tényezőknek a megváltoztatása, a maka, a királydénye, a gocsibogyó és a görög szín a maga alkalmazása, és a hatodik az önbizalom és az önértékelés növelése. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig szeretnél értesülni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!